A galileai Kánában nagy mennyegzőt tartottak. Hivatalos volt Jézus is a családjával együtt. Ott volt a mennyegzőn Jézus anyja is, de meghívták Jézust is a tanítványaival együtt. Már javában tartott a mennyegző, amikor Jézus anyja arra lett figyelmes, hogy a szolgák nagyon izgatottan beszéltek egymás közt. Oda ment hozzájuk. Mi a baj? Segíthetek valamiben? Hát igen, nagy baj történt. Szólt a násznagy, hogy hozzuk a bort az asztalra. De nincs több bor. Most mit tegyünk? Ne féljetek. Itt van Jézus. Szólok neki. És Jézus anyja oda ment Jézushoz, és a fülébe sugta. Nincs boruk. Értem, anyám. De nem jött még el az az idő, ami az én számomra van elkészítve a cselekvésre. Jó, értem. És ekkor Jézus anyja visszasietett a szolgákhoz. Ha ide jön Jézus, ne csodálkozzatok semmin. Bármit mond nektek, megtegyétek. Én most visszamegyek. Jó, de most mit mondhat neki? Figyelj, már jön is. Itt van ez a 6 kőveder a tisztálkodási mód szerint. Egyenként belefér 2-3 métrét a víz. Töltsétek tele ezeket mind vízzel. Jó, megtöltjük. De nem lesz kevés idő. Csak töltsétek. És Jézus ott állt, és nézte, amint töltötték a vizet. Csak töltötték. És bizony nem volt kevés idő megtölteni. Mert egy métrét a 40 liter, ami azt jelentette, hogy egy kőedénybe 80-120 liternyi víz fért. De aztán egyszer csak nem volt több üres kőveder. Készen vagyunk. Színig töltöttük a kővedreket. Jó, akkor most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. A vízből? A boros korsóval. Igen. És megtették a szolgák, megmerítették a korsókat a vízbe, és elvitték a násznagynak. Amint a násznagy megízlelte a korsó tartalmát, teljes elragadtatással felkiáltott. Vőlegény, nagy dicséret illeti ezt a házat, mert minden ember a jó bort adja föl először, és mikor megittasodtak, akkor az alávalót. De te a jó bort későbbre tartogattad. Ez igen. Úgy van, nász uram. Jól szóltál. Jól beszél. A szolgák ámulva néztek, és bizony nem értették, hogyan lett a vízből bor. Jézus ezt az első jelet a galileai Kánában tette, és ekkor mutatta meg először az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. A menyegző után lement Jézus Kapernaumba, ő és az ő anyja, és a testvérei és tanítványai, és ott maradtak néhány napig.